Az orosz gazdaság és vele együtt az orosz részvénypiac is az elmúlt években meglehetősen nehéz éveken ment keresztül. Viszont úgy tűnik, hogy a gazdaság sikeresen megemésztette ezt a problémát. Nagyon szépen vissza tudtak jönni mind a gazdasági indikátorok, mind pedig a részvénypiacok. Az elemzői várakozások szerint idén ugyan még minimális mértékben vissza fog esni az orosz GDP, jövőre azonban már a jelenlegi olajárakkal, sőt még annál lentebbi olajárral számolva is egy GDP növekedés lesz megfigyelhető. A tőkepiacon is érezhető volt ez a javulás, idén az orosz részvénypiac teljesített a legjobban dollárban számítva. Továbbra is kitarthat ez a lendület, és ezt azt táplálhatja, hogy jelenleg az orosz 10 éves állampapírhozam mintegy 8,5% körül van. Várhatóan a nagyon szigorú monetáris politikának köszönhetően az inflációt sikerül majd lenntartani egy 5% alatti szinten, így az orosz kötvényeken elérhető reálhozam még mindig szignifikáns, 4% körüli. Így ennek a reálhozamnak a csökkenésére számítunk a mai hozamszegény környezetben, és ez a hozamcsökkenés ez segíthet a részvénypiacokon is. Piacnak egy jelentős részét a nagyállami olaj- és gázkitermelő cégek, mint a Rosneft és a Gazprom teszi ki. A menedzsmentnek az érdeke az nem feltétlenül esik egybe a kisbefektetőknek az érdekével. Például a Gazprom az orosz nemzetpolitikának a gázalkuk során egy fontos eszköze, és nem akkor épít feltétlenül is oda gázvezetéket, ahová a legjobban megéri a befektetőknek, hanem ahová az orosz nemzeti stratégia megkívánja. Emiatt például az orosz alapban mi ezeket a papírokat alulsúlyozzuk, és sokkal inkább azokra a cégekre fókuszálunk, ahol egy olyan menedzsment kezében van az irányítás, aki egyben tulajdonos is, és a kisbefektetői érdekek sem szorulnak háttérbe. Azt gondoljuk, hogy amennyiben elindul a lassú gazdasági kilábalás, ezt a megerősödött pozíciót nagy növekedésre tudják majd fordítani. Fontos kritérium még számunkra, hogy ezek a cégek fizessék ki osztalék formájába az eredményük egy részét, hiszen ez biztosítja azt a fegyelmet, hogy folyamat nem kényelmesedhet el a menedzsment, és folyamatosan eredménykényszerben van. Ez csak egy alapszenárió, csak egy a lehetséges jövőbeli események között. Ennél sokkal jobban alakulhatnak a dolgok, hogyha amennyiben az olajárak ismét visszamennek a korábbi szintekre, vagy azt megközelítik akár egy 70-80 dolláros hordonkénti árfolyamra. Ebben az esetben az orosz gazdaság jelentősen tudna nőni. Azonban lényeges hozzátenni, hogy amennyiben az olajárak ismét lefelé veszik az irányt, akkor ez az orosz gazdaságot ismét visszavetheti, és ismét újabb alkalmazkodási körökre kényszerítheti, így a várt GDP növekedés továbbra is kitolódhat. Egy másik fontos kockázatnak azt emelném ki, hogy az elmúlt időszakban Szíria kapcsán ismét az orosz érdekek szembe kerültek az amerikai és a nyugati érdekekkel. Amennyiben ezek a geopolitikai kockázatok, amelyek per pillanat nincsenek annyira beárazva a piacba, ismét elkezdenek nőni, ez szintén megnövelheti az oroszokkal szembeni elvárt hozamot, így részvénypiaci visszaesést eredményezhet.